az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő eredje, legyen mindnyájatokkal. És a te. Krisztusban, kedves testvéreim, ma este az évközi 26. vasárnapot ünnepeljük. A mai napon kezdődik, hogy Szentírás tiszteletének van szentelve. A Szentírás szavai mutatják az Isten útját nekünk. Nem kell keresnünk különleges jeleket, fenntűnő csodákat, mert megvannak a mindennapokban használható eszközeink, amiben Isten útján járhatunk. A mai napon felmutatja az egyház a Szentírást, hogy naponta szemünk előtt legyen. Olvassuk hát bátran, figyeljünk ma különösen is az üzenetére. Testvéreim, most egy rövid csendben vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy méltóképpen ünnepelhetjük a hitünk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattam, szóval, cselekedtem és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyolokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön végesség a jó akaratunknak. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk dicsőséged élt, Urunk és Istenért.
Könyörögjünk! Istenünk, te leginkább azzal mutatod mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk, áraszd reánk szüntelenünk kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled én és uralkodik, a Szent Lélek elegségben Isten, mindörökön örökké. Olvasmány Mózes 4. könyvéből. Mózes az Úr parancsára kiválasztott 70 férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvett a rajta levő lélekből, és a 70 vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek. Ez azonban nem ismétlődött meg. Két ember viszont a táborban maradt. Az egyiket Eldadnak, a másikat Medadnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek. Lementek oda a sátorhoz. Ők a táborban estek elragadtatásba. Ekkor az egyik szolga elfutott és jelentést tett Mózesnek e szavakkal. Eldad és Medad proféta elragadtatásba estek a táborban. Akkor Józsue, Nun fia, aki korai ifjúságától kezdve Mózes szolgálatában állt, megszólalt, és ezt mondta. Uram Mózes, tígyd meg nekik! Mózes így válaszolt. Miért féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész népet profétává tenné az Úr, és kiárasztaná rájuk lelkét. Ez az Isten igéje. Szentlecke Szent Jakab apostol leveléből. Rajta gazdagok, jaj veszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt. Vagyonotok oda, ruhátokat megette a móly. Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tűz. Vagyonotokat szaporítottátok még az utolsó napokban is. Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól visszatartottatok, íme felkiált, és az aratók szava felhatolt a seregek urának fülébe. Bőségben éltek a földön, és tobzottok, hízlaljátok szíveteket a leölés napjára. Az igazat elítéltétek, megöltétek, és ő nem tanúsított ellenállást. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben János apostol így szólt Jézushoz. Meste, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tartja velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus ezt válaszolta. Ne tiltsátok meg neki. Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egy könnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek, akár csak egy pohár vizet, és az én nevemben azért, mert Krisztusé vagytok. Bizony mondom nektek, nem maradt jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vág ki, vág le, jobb csonkán bemenned az életre, mint én, mint két kézen a kárhozatra jutnod, hogy az onhatatlan tűz. Botránkoztat, vágd le, jobb sántán bemenned az életre, mint két lábban a kárhozat onhatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vágd ki, jobb fél szemmel bemenned az örök életre, mindkét szemmel a kárhozatra jutni, ahonnan férgük el nem pusztul, és a tűzük ki nem alszik. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Ma évközi 26. vasárnapon Isten kinyilatkoztatott igéjét, a Szentírást ünnepeljük. Érdemes fenntenni néhány kérdést saját magunknak. Szoktuk rendszeresen olvasni a Szentírás az Isten üzenetét. Családunkban sokfajta könyv van, de van-e otthon Biblia? A Szentírásban Isten magáról kinyilatkoztatta nekünk a szeretetét és akaratát. Szent Ágoston azt mondta, a Bibliában Isten könyvét látjuk, hozzánk intézett levelét olvassuk. Azért a Biblia nem az könyv, amelyet megveszünk, aztán a polcra teszünk, és ha vendég jön büszkén és óvatosan megmutatjuk, nehogy széttessenek megbarnult lapjai, hanem arra, hogy kezünkbe tartjuk mindig, hogy a lelkünkben táplálja. Szent Jeromos pedig az hangsúlyozta. A Szentírás nem ismerése, Krisztus nem ismerése. Kedves testvéreim, szeretnék elmondani kedves testvéreknek egy történetet. Egy jómódú család ifjú sarja diploma osztójához közeledett. Rokonaik és ismerőseik körében, így szülei részéből is szokás volt autóval megajándékozni a friss diplomás családtagot. Apa és fia végigjárta a város legjobb autószalonjait, míg nem rátalántak a tökéletes autóra. A fiú biztos volt benne, hogy a várva várt
napon tüdökölve, tele tankkal ott fogja találni házuk előtt. Ennyit a nap, mérhetetlen volt a csalódása, amikor apja mosolyogva közeledett felé egy könyvben a kezében, egy Biblia. A fiú dühösen hagyította el a könyvet, és attól a naptól fogva nem állt többé szóba az apjával. Néhány hónap múlva egy távoli városban munkát talált magának. Apja halál híre hozta őt újra haza. A temetést megelőző éjjelen, miközben régi írások között kutatott az apja íróasztalán, megtalálta azt a Bibliát, amelyet az apja ajándékozott neki. Még lelkiismeret furdalástól megindultan lefújta a pult a könyv borítójáról, majd kinyitotta. A könyv oldalai között rátalált egy csekkre. A legdrágább autó ára volt rajta. Édesapja állította ki. Ha olvasott volna a fiú, akkor megtalálta volna a csekket. Szent Gellért szerint a Szentírás minden lapjáról az igazság szól, minden lapján az isteni erő tündöklik, és minden lapja a jövőt tárja fel az emberi nem előtt. Azért, kedves testvéreim, csak akkor találhatjuk meg az lelki kincset, mert az evangélium mindig a jó hír, az örömhír, amelyen biztat, bátorít, felemel, gyógyít. Nézzük meg a mai evangéliumot. A mai evangéliumot két tematikus egészre lehet fennosztani. Az első rész arról szólt, hogy az apostolok szerették volna kisajátítani maguknak az ördögűzés kíváncságát. Ezért bevádolták Jézusnál azokat, akik nem az ő nevében és nem az ő megbízásáron gyakorolták ezt a szolgálatot. Jézus nem fogadta el apostolainak érvelését, és nem engedte meg, hogy eltintsák az embereket attól, hogy másoknak jót tegyenek. Van azonban ebben a bepanaszolásban egy mélyebben fekvő lélektani igazság is. Az apostolok itt akaratlanul is két csoportra osztották a világot. Mi és ők. Mi, akik egy Jézushoz tartozunk, akik jók vagyunk, és ők a másikok, akik nem tartoznak Jézushoz, akik nem tartoznak a jók csapatjába. Nincs értelme ilyen módon fennosztani a világot. Mindenki Jézushoz tartozik, csak más-más szinten. Mindenki Isten gyermeke, csak nem mindenkiben tudatosult egyformán ez az igazság. Turay Alfred azt magyarázta. Krisztus tanítványa számára nem létezik az emberek két csoportja. Jóké és a rosszaké, az barátoké és az ellenségeké. Mindnyájan egyforma figyelemre, jó akaratra és a gondoskodásra szorulnak. Az az egész emberiség, mi egy nagy családot
alkottunk jóban és rosszban. A második rész egy megbotránkoztatásan kezdődik, és az öncsonkítás vészjósló szavaival folytatódik. Jézus itt abszolút radikális módon közelíti meg a rosszat. Ha szó szerint értelmeznénk szavait, akkor már mindnyájan vakok, féllábúak és a fénkezőek lennénk. Ahhoz, hogy megértjük Jézus szavait, szemita mentalitásban kell kiindulnunk, akik úgy hitték, hogy az a rossz gyökere a végtagokban van. Ez azt jelenti, hogy a gyökerekhez kell visszamennünk. Ma úgy fogalmaznánk, hogy úrrá kell lennünk érzékeink, szenvedélyeink felett. Ki kell vágnunk önzésünket, mint ahogyan az sebész kioperálja a rossz indulatú, rákos daganatot, nehogy megtámadja az egész testet. Jézus tehát arra szólít fel bennünket, hogy találjuk meg magunkban a rossz gyökereit. Nem sok értelme van ugyanis annak, hogy állandóan másokban vágykáljunk, mindig csak másokban, vagy külső körülményekben keressük a rossz okát. A világ megreformálását magunkban kell kezdenünk. A mai evangélium tehát radikális becsületességre szólít fenn bennünket. Kedves testvéreim, álljunk oda Jézus elé, és kérjük tőle, hogy mutassa meg nekünk, mi az, amit okvetlenül ki kellene írtanunk életünkből, hogy tiszta szemmel, erős kézen és biztott lábban állhassunk meg saját lelkiismeretünk, embertársaink és Isten előtt. Aztán tudjuk őt követni, mert csak Jézus az az útunk, az igazságunk és az életünk. És az ő szavai vezetnek el minket az Atyához. Lámpás a te igéd, Urunk az mi lábaink előtt. Amen. Most adjuk meg a hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fönnek, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete együtt. Világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremni. Az Atyában egy lélekű, és minden háromnak lett. Írtunk emberekért, a mi üdvösségünkért. Leszállott a mennyből, megtestesünk lélektől egyéből, a Szűz Máriáton, és ember élet. Pontius Pilátus alatt írtunk keresztre, feszítették, kinn halán szenvedett és entemették. Harmadnapra fenntámadott az írások szerint, fönnment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben írtenni élőket és holtokat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiúton származik, akit éppen imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavában. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentekházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a szónak.
Könyörögjünk, testvéreim, mennyi atyánkhoz, hogy gazdagon árassza el szívünket kegyelmi ajándékaival. Add, Urunk, hogy egyházat pásztorai, a püspökök, a papok és a szerzetesek az egész világon az igazságosság bátor hirdetői legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Engedd, Urunk, hogy a szociális igazságosság és szeretet az egész földkerekségen érvényesüljön. Kérünk téged, hallgass meg minket! Ébreszt fel a jólétben élő népek lelki ismeretét, hogy segítsenek a szegényebb nemzeteken. Kérünk téged, hallgass meg minket! Óvd meg híveidet attól, hogy életükkel bárkit is megbotránkoztassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy az anyagi javakért való fáradozás közben se feledkezzünk el örök célunkról. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható Istenünk, add, hogy a földi javakat úgy használjuk, hogy lelkiekben is gazdagodjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedben áldozatot. Dicsőségére mindannyiunk és add meg nekünk, jóságos Atyánk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük fönn szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésében újjáankotta a régi embert, és szenvedésében minden bűnt entörött, majd fenntámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád Atyánhoz a székbe szállva kitárta a menny ország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek korúsában együtt dicséretet himnuszát gyengik, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy. Szent vagy mindenség, Ura Istene, dicséretet.
valóban szentva Istenünk és méltán dicsőít téged alkotásod, a szegés teremtett világ, mert fiat a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek eredjében, én tesz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugattig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által a szentelmek áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér éltetek, és sokkal kért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hitten vagyjuk föntámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiat üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan fenntámadt, fönnment a mennybe, és második engyelvetelét várva, hálás szíven fenajánljuk neked ez az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk egyházat áldozati adományára, ismert fönn benne fiat áldozatát, amely ántan kiengesztelődni akartán, adhogy mi, akik az ő testét és vérét magukhoz vesszük, szent lelkében entelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelen örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddan. Elsősorban Isten anyjában, a boldogságos Szűz Máriában, Szent Józsefen, az ő gyegyessében, szent apostolaiddan és dicsőséget virtanukkan, magyar szenteken és minden szenten együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben, fönti zarándok útját járó egyházadat, szongádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megvántott népedet. Teljesít kegyessen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vódd a magadhoz irgalmasan az világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Enhún testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmetben köntöztekken ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahon reményünk szerint dicsőségetben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jó van a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekelekségben minden tisztelet és dicsőség, mindörökön örökké. Amen. Isten szeretettel kiár a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szentendessék meg a te neved. Jöjjön en a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsájt meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges angyalát. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyjok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki ész és uralkodol, mindörökön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntjétek egymást a békeegyelével. Isten Maria, az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához. Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jönj, hanem csak egy szó van, mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testvére, őrizd meg lelkem. Thank you.
Krisztus lelke, szentel meg engem, Krisztus teste, üdvözlj engem, Krisztus vére, igles meg engem, Krisztus ondolában kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hangass meg engem, szent sebeidbe rejtsen engem, ne engedd, hogy enszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom órágyán hív magadhoz engem, az, hogy enjussak hozzád, és szentjeiden dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szongáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társörökösei legyünk fiatnak, akinek halálát hirdetjük és vele együtt szenvedünk, aki én és uralkodik mindörökön örökké. Amen. Most álljatok fenn, fogadjatok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható és jóságos Isten, és töntse en szíveteket üdvöt adó bölcsességgel. Táplálja lelketeket hitünk igazságaival, és tegyen áthatatossá titeket a gyógycselekedetekben. Irányítsa a lépteinteket önmaga felé, és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent misé véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála! Holt a madarát utunk! Istennek rendtanulja! Könyörgésünket megvel a Mihály Alkalmány.